Kedves nézőim, Hosszú Zoltán vagyok, és az előadásom címe: Mászerék és Bene szerepe az osztrák-magyar monarchia felbomlasztásában. Én egyáltalán nem igazságokra törekszem. Én politikát csinálok. És ezért olykor tudatosan követek el jogtalanságokat. Az állam érdekében és személyes érdekemben. Edvár Benes szavai ezek a Párizsi béketárgyaláson. E szavak sokat mondanak el arról az emberről, akinek törvényei Csehországban és Szlovákiában még mindig érvényben vannak. 1916. februárban megalakítják a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot, amelynek elnöke Massarik, alelnöke Stefanik, titkára pedig Benes lett. Ekkor szervezik meg a Csehszlovák légiót hogy az Antanta szövetségben harcoljon az osztrák-magyar monarchia, valamint Németország ellen. 1916-18-ig Stefanik Csehszlovák hadügyminiszter, és mint francia katonatiszt, Oroszország, Olaszország, Franciaország területén toborzott katonákat, valamint az USA-ba kivándorolt önkéntesekből. Mivel Masaryk és Benes politikailag kezdettől fogva háttérbe akarta szorítani a szlovákokat, Emiatt főleg Benes és Stefanik között komoly ellentétek voltak. Az ellentét oka, ami egy amerikai tábornok barátjának írt leveléből kiderült, hogy Stefanik egy Magyarországgal egyesült Szlovákiát akart, Budapest fővárossal és magyar hivatalos nyelvvel. Több mint valószínű, hogy ezen szándéka miatt halt meg. Halálát többféleképpen írják le, Andrei Linka szerint, amikor Stefanik 1919. májusában repülőből, repülővel Udinéből Pozsonyba érve leszállt, ahogy kilépett belőle Edvár Benes parancsára csehszlovák katonák agyonlőtték. Benes nem hazudtolta meg önmagát. A Versailles szerződés következményei eltörpülnek a Trianoni szerződés következményei mellett. A monarhián marakodtak, az volt a vadászat legkiadósabb zsákmánya. A hullafosztogató kocsmány munkájának senki sem vetett gátat. Mindenki a maga érdekeire gondolt. Lázos tülekedéshez a legjobban a csehek értettek, pedig látszólag kevesebbet kaparintottak meg maguknak, mint a románok és a szerbek. Egy év múltán, 1921. július 7-én a francia miniszterelnök Aristide Briand ezt mondja. Elég egy pillantás a térképre, hogy azonnal megállapítsuk, hogy Magyarország új határai igazságtalanok.